Sziasztok, Laci vagyok, ha kettőt az utolsó kérdezfelelek videó kb. 4 hónappal ezelőtt került fel a csatornára, azóta elég sok minden történt a mobilpiacon és a világban is, úgyhogy nézzük, mikre voltatok most kíváncsiak. De előtte néhány szó az Zephyrus G14-ről. Az akár 8 magos AMD Ryzen 9 4900HS CPU és GeForce RTX 2060 GPU tökéletes lehet munkára és játékra is. A gépet stílusod szerint kérhetett Panton által hitelesített 120 Hz-es gamer vagy nagy felbontású kétkás kijelzővel is. A négy hangszorú, elképesztő Dolby Atmos hangot garantál, a gépet kompaktabb Power is töltőkkel is pumpálhatod, de akár gyorsan feltöltheted vele a kompatibilis okostelefonod és az egyéb eszközeidet is. Ha érnekel, a érdekel, részletekért kattalinkra a leírásban. Kisgémer kérdezi, hogy szerinted kb. mikor dolgozhat együtt a Huawei és a Google? Nos, sok ilyen jellegű kérdés volt, és amúgy erre én csak annyit tudok mondani, hogy fogalmam sincs. Lehet, hogy visszakapják a jogokat, lehet, hogy Trump meggondolja magát, bár nem hiszem, lehet, csak akkor kapják vissza, hogyha Trump ott nem választják újra, de az is lehet, hogy ez most már így marad. Hogy szerintem mi lesz, az nem nagyon fog változtatni azon, hogy mi fog történni, vagy mi nem, szóval én tényleg nem tudom, de remélem a legjobbakat. Továbbra is egyedül tervezett vinni a csatornát? Kezdtem azért már érezni, hogy mostanság elég sok a munka, nagyon sok mindent lehetne még tesztelni, de mivel a mennyiségen nem szeretnék növelni, ezért úgy gondolom, hogy ezt most így egyedül is tudom csinálni. A The vr szokta tartani a kapcsolatot? Legutóbb Vegasban találkoztunk a CES alatt, ott együtt kajáltunk, illetve nemrég Janitól kértem tanácsot CPU hűtő ügyben, a gépépítésben azért mégiscsak tapasztaltabbak a srácok. Néha napján azért beszélünk, de nem minden nap, ettől függetlenül én úgy gondolom, hogy jó a viszony köztünk. Színlaci, mit gondolsz a next-gen konzolokról? Biztosan menő lesz mindkettő, de a PS5 körül szerintem sokkal nagyobb a hype egyébként nem véletlenül. Maga a konzol elképesztően jól néz ki, bár én azért örülnék egy fekete verziónak is, ha pedig tényleg ilyen 120-150 ezer forint környékén lesz a digitál edésen, akkor marha sokat fognak eladni belőle. Lehet, hogy én is veszek egyet. Ki tudja. Szia Laci, te dolgozol valamit a Tech 2 tartalomgyártásán kívül? Nem, és igazából nem is lenne időm rá. Egy videó elkészítése nem egy-két óra, hanem sok esetben egy-kettő nap, és van is egyébként egy külön videóm arról, hogy milyen fázisokon megy át egy videó egészen a tesztkészülék beszerzésétől a Youtube-ról feltöltésig, ezt így készül egy Tech videó néven találjátok meg a csatornán. Érdemes megnézni. Szerinted melyik mostani nagy mobiltelefongyártó cég fog kiesni a ringből, úgy mint annó a Nokia? Hát nem akarok vészmadárkodni, de szerintem most a Huawei eléggé rossz helyzetben van, ugye anno a Nokia nem igazán reagált a piacra, ezért koptak ki, és most a HMD globál által készített Nokiák sem annyira keresettek. A Huawei ellenben Trump tiltása miatt vannak meglőkve, ők viszont rengeteg pénzt abba, hogy tudják pótolni az appokat, és létrehozzanak egy élhető ökoszisztémát. Ahogy látom, sokan vesznek például P40 Lite-ot manapság is, és tök jól el vannak vele, de a legtöbben Európában a Google Pack nélkül szerintem nem vesznek okostelefont, így sok, sok bevételtől esnek el. Remélem, hogy azért majd ki tudnak mászni ebből. A következő kérdés. Van esély rá, hogy az iPhone 12 visszaszerzi a szíved is, újra iPhone-t veszel? Melyik a legjobb méret? Méretben szerintem a mostani iPhone 11 Pro az ideális, legalábbis nekem, váltani viszont nem hiszem, hogy fogok. Nehéz úgy megítélni valamit, hogy még nem mutatták be, de én most őszintén jól meg vagyok a OnePlus nál ettől függetlenül persze izgatottan várom majd a szeptemberi bemutatót. Szia, Laci, szerinted jelenleg melyik a legjobb árértékarányú okostelefon 80 ezer forintig? Ebben a kategóriában én mindenképp a Redmi Note szériában nézelődnék, remek lett egyébként a Redmi Note 9 Pro is, de árérték arányban ott van a tavalyi Redmi Note 8 Pro is. Szia Laci, szerinted érdemes 2021-ben Redmi Note 8 Pro-t venni? Na az ilyen jellegű kérdéseket én sosem értettem, akik most kérdezik, hogy mit vegyenek jövő nyáron vagy két év múlva. Ugye yeah, az a helyzet, hogy egy évben rengeteg okos telefon mutatnak be, így amit most mondanék, az 2021-ben már nem hiszem, hogy érvényes lenne, ezért nem mondok erre semmit, térünk rá vissza akkor, amikor aktuális lesz a telefonvásárlás. Szia Laci, gondolkodtál már rajta, hogy indíts egy Twitch csatornát, ahhoz streamelnél? Jó, hogy kérdezed, ugyanis pár napja már streameltem is. A Twitch csatornámon lazább hangvételű dolgok lesznek, gémelgetünk, beszélgetünk, illetve valószínűleg ott fogom majd a bemutatókat streamelni. Szóval, hogyha esetleg érdekeltiteket, akkor kövessetek be Twitch-en is, már ott is jelen vagyok, twitch.tv per tech Ez persze nem az itteni tech rovására fog menni, de hogyha már amúgy játszok, mert szoktam, akkor miért ne közvetítsem. Szia Laci, vacilálok a Galaxy Buds és a Buds Plus között, melyikkel járnék jobban? Szerintem mindenképpen a Buds Plus-t vedd meg, ugyanis üzemidőben és hangzásban is mérföldekkel jobb, mint a sima Buds. Mi 40 Pro, OnePlus 8 Pro, LG V60 vagy Mi 10 Pro, melyiket érdemes? Ahogy látom, nagyon sokan támaszkodtok rám, sokatoknak számít, hogy én mit gondolok egy-egy telefonról, ami nyilván tök jó érzés, de a legtöbb esetben nem dönthetek helyettetek, hisz nektek más igényeitek lehetnek, ami nekem jó, az nem biztos, hogy neked is az. Épp ezért ebben az esetben én azt tudom mondani, hogy én ezek közül a OnePlus 8 Pro-t választottam, nekem ez jött be a legjobban. Anonimink Balázsral mennyire tartod a kapcsolatot, a Foldon kívül adtál már neki terméket bemutatásra? A Foldon kívül egyébként nem adtam még más, szerintem a legtöbb termék, amit ki akar próbálni, az amúgy is eljut hozzá. Az első kérdésedre válaszolva pedig napi szinten tartjuk a kapcsolatot, minden nap küldjük egymásnak az idiótánál idiótán kommenteket, és néha napján közösen játszunk. Hogyan tudtad átviselni a karantén időszakát? A videókat ugye itthonról csinálom, így a napi rutin igazából nem változott, azzal volt igazán a gond, hogy nem lehetett menni akárhova, muszáj volt otthon maradni, most már azért kezdem érezni, hogy sok lesz már az itthon levés. Az utazásokat egyébként sajnálom, de majd csak egyszer visszatér minden a régi kerékvágásba. Boti elég sok kérdést tett fel, amik között azért voltak érdekes kérdések, például miért váltottál helyet a videókban? Eddig ugye a, a számítógép asztalom, illetve a videós asztal merőlegesen voltak egymással, de így, hogy átrendeztem, sokkal több a szobában a kihasználható hely, és szerintem így jobban is néz ki. Live inkább majd a twitch lesz, és egyáltalán nem baj, hogy csak a tech foglalkoztat, engem is azért már elég korán vonzott a dolog. Ebben az iparágban azért elég könnyen el lehet helyezkedni manapság, a legdrágább készülék pedig szerintem a másfél milliós Samsung TV volt, de hogyha úgy nézzük, akkor volt pár napig nálam tesztelésen Volkswagen Arteon, illetve Volkswagen E-Golf is, amik azért drágábbak. Szia Laci, hogy, hogy nem egy Xperiákat? Legutóbb ugye a 10 teszteltem, de már bekértem a sony az Xperia 1 Mark 2 t arról mindenképpen lesz teszt. Az itteni kérdéseket átpörgetve már csak egy kérdésem maradt, megbántad már, hogy Q&A-t indítottál, köszi sok tartalmat. Nyilván vannak olyan kérdések, amiktől égnek áll a haja, kiver a víz és legszívesebben a falnak rohannék, de pont ezért válogatom ki őket, mert hogy vannak tök jó kérdések is. A nézők szeretik, hogyha bekerül egy kérdés a videóba, és kicsit közvetlenebb így a kapcsolattartás, mint egy egyszerű tesznél. Én igazából nem bántam meg, és mindenképpen folytatni is fogom a sorozatot. Szia Naci, mi a véleményed a OnePlus Nordról? Elképesztően nagy a hype körülötte, a számos szériával ugye most már a flagship kategóriát célozza a cég, de még több emberhez juthatnak el azáltal, hogy egy marhajó jó árjáték középkategóriás telefon dobnak piacra, és ez lehet majd a Nord. Én várom, hogy bemutassák és amint lehet le is tesztelem. Vannak külföldi nézőid? Ha igen, milyen származásúak? Megnéztem a csatorna elemzését és egyébként meglepően sok, főleg Erdélyből. Az összes videóm összes megtekintésének 5,6%-a jön Romániából, 5 követi 2,4%-a Szlovákia, de vicces, mert van egy-két megtekintés például Dél-Koreából, Bangladesből és Kazasztánból is. Biztos Borat is nézi a videóimat. Végül az utolsó kérdés, hogy a te kettő és a munkád nem teszi tönkre az életedet a kapcsolatodat? Nos, ez egy kiváló kérdés. A barátnőm szerencsére nagyon megértő és támogat ebben, de néha kicsit azért megterhelő érzelmileg. Ha az ember ezt a foglalkozást, munkát nevezük bárminek választja, akkor hát kiteszi magát a rossz akaróknak, az irigykedőknek és a trollaknak. Ezek az emberek ugye általában legtöbbször névtelenül, arc nélkül irogatnak és legtöbbször sértő dolgokat. Az építőjellegű kritikát természetesen mindig szívesen fogadom, de amikor egész egyszerűen a rossz indulat és az irítség vezéli az embert, abból azért sok jó nem származik és az ilyeneket sokszor magamra veszem. Tisztában vagyok nyilván azzal, hogy mindig lesznek ilyenek, de van, amikor nem egyszerű elengedni. Nos, ennyi fért bele ebbe a videóba, én köszönöm a kérdéseket, és köszönöm, hogyha megnéztétek, ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és iratkozzatok fel twitch is. Sziasztok!